A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Talán emlékeznek rá, kedves nézőink, hogy az elmúlt időszakban egy híradóban, illetve egy Paletta magazinban is bemutattuk Stockinger József Ex Libris kiállítását a Tolnai utcai könyvtárban. Ez a sokadik kiállítás egyéb iránt. És hát így ilyen értelemben természetes, hogy egy kicsit mélyebbre ássunk, hiszen egy fantasztikus gyűjtő, egy nagyszerű tárlata volt ez. Emellett pedig azért azt tudni kell Stockinger Józsefről, hogy ő nem csak Ex Libris gyűjtő, hanem az Alba Regia Táncegyüttes egykori és jelenlegi tagja is, emellett tagja a Vörösmarty Társaságnak, az Áron Nagy Lajos Művészetbarátkörnek, és nem utolsó sorban, mert erről majd bővebben esik szó, a Kis Grafika Barátok Köre Grafika Gyűjtés Művelődési Egyesületnek, a Magyarok Világszövetségéről már nem, illetve az Országos Állat és Természetvédelmi Egyesület az már egy külön téma. No, ahhoz viszont, hogy megismerjük őt bővebben, egy kicsit az indítatásról kell beszélnünk, hiszen a család nagyon-nagyon fontos, és ugye a szőlő és bor kiállítás kapcsán ugye arról beszéltünk, hogy egy kicsit visszatekintünk a múltba. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen. Kezdjük az Ex-Libris-ekkel? Igen. Akkor egy kicsit hagyj menjek vissza. Nagyon kevesen művelik egyelőre ezt a gyűjtést, és szeretnék ennek egy kis propagandát is. Az Ex-Libris tulajdonképpen magyarul könyvjegy. A könyv tulajdonosát jelzi egy művészi kivitelű, kisméretű grafika. Ezt a könyvek belső oldalába ragasztották. Valamikor a Sommer István könyvkötő barátom műhelyébe gyakran megfordultam a Virág utcába, és sokan hozták oda könyvtáruk féltve őrzött kincseit, régi könyveket, hogy a mester próbálja megőrizni azoknak a patináját, régi szépségét. Ezeknek a könyveknek egyik másikába találkoztam először ilyen Ex Libris feliratú kis címkékkel. Akkor még nem gondoltam, hogy ez egy gyűjtő mánia is lesz. Időközben természetesen, bocsánat, mutatok Ex Libriseket, mert azt hiszem, hogy ez fontos. Kérlek, folytasd, hiszen ezek fontos dolgok. És hát tulajdonképpen ez az Ex Libris, a magyar Ex Libris története a jelenlegi kutatások szerint a 16. század közepéig tehető vissza. 1525-ben készült az első ilyen Ex Libris. Itt van egy kis könyv, talán ezt meg tudjuk mutatni. Igen, ez itt van. Ez a legrégebb. Régi magyar Ex Libris-ek, 1521. 25-ben készült az Ex Libris, amit néz ki. Aztán ugrunk egyet, és a 19. században a polgárosodással megnövekedett az Ex Libris-t készítetők száma. Mert közben ezek a kis művészi lapok önállóvá váltak, és egy nemzetközi nagy gyűjtőmozgalommá alakultak. Rengeteg Ex Libris készült, és a gyűjtők kedvelt formája volt. Dr. Pallai László barátom szerencsétlen korai halála miatt én örököltem a lapjait, és nagy érdeklődéssel nézegettem. Nyomdász lévén a különböző technikákat jól ismertem, de magához a grafikához a szép érzékemen kívül különösebben nem értettem. Ezért kértem aztán dr. Arató Antal barátom segítségét, aki azóta is, még a mai napig is segít ebbe a munkába. Tőle tudtam meg, hogy tulajdonképpen mi is az Ex Libris értéke, mit jelent annak gyűjtése, feldolgozása. Elvitt Budapestre a Kis Grafika Barátok körébe, ott több művésznek, gyűjtőnek mutatott be. Érdeklődéssel hallgattam az ottani előadásokat, beszélgetéseket, sokat tanultam belőle. És az ott kapott címlista alapján
közel 100 bemutatkozó levelet írtam az ország különböző részébe a grafikusoknak, gyűjtőknek, és ennek kapcsán kialakult egy olyan kapcsolat, hogy egyre másra gyarapodott a kis gyűjteményem, egyre több lapom lett. Tehát jelenleg ugye már 6000-nél több extrém igen, van igen. A gyűjteményedben. Hát az Aratótoni barátom hívta fel a figyelmet arra is, hogy a sok lap az még nem gyűjtemény, és ezt rendszerezni kell. És hát most ott tartok, hogy közel 700 grafikustól körülbelül 6000 lapon van, és ezt 22 témakörbe csoportosítottam. A témaköröket hogy választott, hiszen ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Adottak ezek, mert ugye vannak az állatok, a növények, történelmi személyiségek, templomok, újévi lapok, karácsony, foglalkozásoknak a gyűjteménye, magyar írók, költők, zeneszerzők, magák a hangszerekről is nagyon sok lap van, a topográfiai lapok, építkezések, közlekedés, hát nem is tudom, talán végig se tudom sorolni az összes témát hirtelen, de nagyon sok témakör van. Nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a klisék linómetszetek fába vésett vagy rézmetszetekhez is hozzájutottál, ezekből készültek plusz példányok. Igen, igen. Ez azért nagyon sokat segített, hiszen a hivatásválasztásodról nem beszéltünk ugyan, de úgyis szó kell, hogy essék, hiszen a nagyapád molnármester volt, édesapád is, majd utána fotós lett, igen, ami igen. Lehettél volna te magad is, és viszont nyomdász lettél, tehát a szakmai tapasztalataid és a hozzáértésed, tudásod az megvolt ehhez. Igen, hát az otthonról hozott könyvek szeretete, és ez megmaradt, és mindig érdekelt, hogy hogy készülnek ezek a könyvek. És hát az ifjúságom legtartalmasabb részét nyomdába töltöttem. Ott tanultam meg azt, hogy mennyire fontos egy könyv alakjának, vagy folyóirat alakjának, a könyv borítójának, a belső tipográfiájának és az illusztrációknak a művészi kivitelezése. Ez megragadott, és erre mindig törekedtem azóta is, mert az általunk szerkesztett könyvek be mindig a gyűjteményemből a legjobb minőségű művészi grafikákat választottam ki, hát természetesen a könyv adott témájához. Igen, számtalan könyvet szerkesztettél, ezt most nem tudjuk megmutatni, illetve nem mutatjuk meg, de én azt gondolom, hogy a Vörös Marti Társaság ilyen értelemben is sokat köszönhet neked, illetve azok a szerzők, akikkel együtt dolgoztál. Egy kicsit térjünk át a Kis Grafika Egyesülethez, hiszen ez egy kulcsmomentum, azt gondolom, hogy az életedben már, mint a gyűjtőszenvedély mellé, hiszen most ezt meg is mutatom. Ez egy új folyóirat, kérem szépen, már mint abban az értelemben új, hogy most a Petőfi 200 emlékévre készült. És ugye ezt te magad szerkeszted. Hogy kerültél hozzá ehhez az egyesülethez, illetve a Kis Grafika folyóirat szerkesztéséhez? Hát, mint mondtam, Arató Toni barátom közreműködésével kerültem be az egyesületbe. Nagyon sok barátot ismertem ott meg, és egyre inkább megkedveltem a Kis Grafika gyűjtést. Tudták, hogy nyomdász vagyok, és így tavaly felkértek arra, hogy vállaljam el ennek a folyóiratnak az egyik szerkesztősét. Egy szegedi ügyvédnő társunk, aki szintén gyűjtő, ketten végezzük ezt a szerkesztő munkát, Tamás fiam pedig ennek a folyóiratnak a nyomdai előkészítését végzi. De azért ez rendkívüli kihívás volt, hiszen ez egy míves kiadvány mindenféle értelemben. Igen. Hiszen aki Kis Grafikát gyűjt, vagy Ex Libris gyűjt, azt nagyon is jól tudjuk, hogy milyen közel áll hozzá a művészet, és a szépség, ha úgy tetszik. A nyomdai szerkesztői munkájától nem féltem. A technikai részt azt már régóta tudom. Inkább a Kis Grafika folyóiratnak az anyagok válogatásának, összeállításának a
az okozott egy kis gondot, de ebbe is nagyon sokat segít és segített az Arató Antal barátom, akinek nem győzök el sokszor hálálkodni, hogy mennyire köszönöm, hogy megismertetett ezzel a gyűjtéssel. Ugye úgy fogalmaztál, hogy ott szunnyadt benned a szép érzék. Az meg egykoron, volt. És akkor ez nagyon-nagyon fontos, hiszen én azt mondom, hogy ami a kiállításokat láttuk, meg mondom a beszámolóban is, azért elámultunk azon, hogy mert mostanság, tehát aki könyvet vásárol, az nem biztos, hogy az Ex Libris-re is gondol ilyen értelemben, viszont azt hiszem, hogy jó visszatérni a hagyományhoz. Mennyire népszerű az Ex Libris mostanság? Szerencsére nagyon sok Ex Libris kiállítás volt már ebben az évben is. Több Budapesten, Keszthelyen, Szegeden, Ajkán, Boglárlellén. Több kiállítás volt, ahol rengetegen voltak. Tegnap voltam például Budapesten, egyik művészünk Kőhegyi Gyulának a 90 éves születésnapi alkalmában nyílott a Kőbányán egy kiállítás. Zsúfolásig megtelt a terem. És ott voltak a kerület vezetői is, akik köszöntötték, és egy könyvet is megjelentettek a munkájából, amit az önkormányzat és a baráti kör fizetett. Tehát vannak pártfogók, vannak érdeklődők. Nyilvánvaló, mint mindenhol, a Vörösmarty Társaságtól kezdve, ahol vagyok, mindenhol gond, hogy na, a fiatalság az utánpótlás. Hát ezért próbálunk aztán több iskolába is kiállításokat szervezni, jobban megismertetni a gyerekekkel ezt a műfajt. Hát halkat közöttük majd egy-két. Tehát ez egy komoly jövőkép. Viszont a te jövőképed is nagyon komoly volt, hiszen ugye említettük, hogy a édes nagyapád Molnár mester volt, édesapád nem különben, és utána fotós lett. Igen. És ott azért már fotósként azt hiszem, hogy nagyon sokat tanulhattál attól, hogy hogyan kell megbecsülni, megtisztelni a képet önmagában. Igen. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért nem lettem fotós édesapám után, pedig ő nagyon szerette volna. Hát elcsábultam a nyomda fele. De ott is azért, mindig azért képletesen is képbe voltam, mert az édesapámnak egy fotós rálátásai dologra. Azért az egy nyomdásznál is fontos, hogy megragadja a lényeget, hogyan tervez meg egy könyv borítót, igen, milyenek valóban azok a belső illusztrációk, azért ehhez sokat tanultam édesapámtól. Igen, egyetértek abban, hogy a könyvborító az mostanság, de ez így volt régebben is, vonza a tekintetet. Igen. Adott esetben nem belelapozva vásárolunk egy könyvet, hanem a külcsín is fontos, meg a belbecs nem különben, de azért az egyre inkább fontos, hogy látjuk, hogy körülbelül mit sugal nekünk. Igen. Tehát a könyvborító az számodra is egy kifejezetten vonzó történet? Igen, mindig azzal töltök el a legtöbb időt egy könyv összeállításánál. 6-8-10-12 variáció is megszületik ma ott az asztalon, mire végre azt mondom, hogy na, ez talán jó lesz. Ezért is sürgetnek mindig vele, na mi lesz már, belső rész kész, mi lesz a borítóval. Hát arra egy kicsit több időt szánok mindig, hogy kicsit jobb legyen. Kicsit térjünk át, bocsáss meg, a másik szenvedélyedre, hiszen a néptánc nem maradhat ki. Idestova 62 éve táncolsz, ami azt hiszem, hogy az egy csoda. Mi hozott közel a tánchoz, hiszen ez a két művészet, a könyvkiadás, az Ex Librisek gyűjtése és a néptánc abban az értelemben kapcsolódik, hogy mind míves történetet ábrázol és mutat be. Hát valóban, 15 éves koromban kerültem először, már középiskolás voltam, amikor akkor József Attila gimnázium volt, és a mi évfolyamunkba kerültek először lányok az iskolába, és én ilyen vegyes osztályba kerültem, és
Turzó Sári néni, a Gerő bácsinak a lánya, hirdetett egy ilyen tánc tanfolyamot. Nem akartam menni, de Berecédi barátnőm elcsalt, hogy csak kísérjem el. Hát elkísértem, ott ragadtam, és a senior csoportban is végig a párom maradt, és rengeteget együtt táncoltunk. Hát így kerültem oda a tánchoz, egy kicsit véletlenül, de szüleim azért már mindig sportra és táncra is tanítottak, mert egész picinek óvodáskorban, kisiskoláskorban, és ma balettra is jártunk a húgommal. Tehát valami azért a lábomba is maradt a táncból. És hát nyilván szeniorként pedig egy kicsit más. Sok kemény próba után nagyon sok barátságot kötve, rengeteget utaztunk, rengeteget szerepeltünk. Aztán egy kis szünet után megalakult a szenior csoport, és hát összejöttünk megint azzal, hogy hát azért még helyén van a szívünk, még azért mozog a lábunk, azért még mutassuk meg, hogy még tudunk valamit. Mindig azzal a tánccsoporton és a szenioroknál is arra törekedtünk, hogy olyan műsort válasszunk, Nagy Magyarország területéről, szintén minden tájegységről voltak műsoraink, hogy megőrizzük népi hagyományainkat, és továbbadjuk, színpadra vigyük. A táncházba és a tánc mellett a senior csoport sokat segített a királynapok rendezvényébe, a táncház programjaiba. Mindig arra törekedtünk ott is, hogy olyan fiúk, lányok, zenét és táncot szerető lányok hagyják el, vagy kerüljenek az egyesülethez, akik tovább tudják vinni azt a hagyományt, amit mi is örökül kaptunk Turzó Gerő bácsitól, Kallós Zoli bácsitól. Igen, hát ez egy csoda időszak volt, és azt hiszem, hogy ezt megőrizni fontos. Sovár Ferencet ne feledjük ki. Van. Ráadásul Martin György. A miénk. Igen, Martin György. András Farjú Bertalan. Szóval ők mind olyan példát adtak nekünk itt a tánc területén, hogy meg tudtuk becsülni azt, amit csinálunk, és megpróbáltuk ezt a hagyományt megőrizni és továbbadni. Igen, és közben pedig jött az Ex Librisek. Illetve hát ez egy folyamat része volt nyilvánvaló. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos. Ha megnézzük, ugye 6000, több mint 6000 példányos számtalan szakmai előadás is a tiéd, mennyire népszerű ma ez? Hiszen erről már beszéltünk, hogy egyre inkább nő azoknak a tábor, akik azért szeretnék ezt megismerni. De van erre reális lehetőség itthon Magyarországon? Hiszen gondolom a társaság az működik, a kis grafika folyóirat csapata működik, viszont mintha Fehérváron is elég kevesen lennének. Ugye említetted Arató Tóni bácsit, itt vagy te magad, de vannak-e fiatalok, akik érdeklődnek ez iránt? Hát nincs, és pont ez az egyik feladat, amit kitűztem magam, hogy megpróbálom kisebb kiállításokkal is népszerűsíteni, és bevonni a fiatalokat. A valamelyik számba, talán az előző kisöfika számba írtam egy olvasói levelet, egy ilyen vitaindítónak szánva, mert a régi könyveket átlapozva Debrecennek, Jászberénynek, Szombathelynek, Pécsnek komoly nagy gyűjtő tábora volt, és komoly gyűjtőkör működött, Eger. Most ezekről nem hallani. Ott is egy vagy két gyűjtő akadt talán, vagy nem vettük fel velük eléggé a kapcsolatot. Ezért is hívtam fel a vezetőségünk figyelmet is arra, hogy próbáljunk meg kiállításokat vinni ezekre a régi nagy gyűjtőhelyekre, és ott egy kiállítások olyan taktoborzással, csere lehetőségekkel felélénkíteni a mozgalmat. Azt tanultam a régi gyűjtőktől, hogy egy ilyen egyesületnek a mozgatója az a kiállítások, meg a csere lehetőség. Igen. Amikor fölmentem Aratótonyra a Pestre, terítve voltak az asztalok, szebbnél szebb kisgrafikák voltak, és élünk csere élet folyt.
Na most ez a cseréjét egy kicsit lanyhult. Meg is látszik így az Egyesület munkáján, hogy egy kicsit fel kell rázni kiállításokkal. Szerencsére most egy pesti ügyvédnő jóvoltából egy olyan kiállítóteret és összejöveteli helyiséget kaptunk, ahol kiállításokat is lehet rendezni. Ismert jó barátunk, Vén Zoltánnak volt a megnyitó kiállítása a múlt héten ebbe az új galériába, és itt ide várjuk és szervezzük több művésznek a kiállítását, ami most már folyamatos lesz. Talán ezzel egy kicsit élénkíteni tudjuk a körmunkáját. Én bízom benne mindenképpen, de erre jó példa, hogy most majd a következő hétvégén lesz egy remek tárlat, mégpedig a Vokéban, a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban, és ott is lehetőség nyílik. Ezt ugye a Székesfehérvári Mélyeggyűjtőkör szervezi, és 3 napon át azért lehetőség nyílik ezt megnézni. Ez egyébként segít, hogy egy-egy előadás keretében, vagy csak önmagában, ha valaki veszi a bátorságot, akkor kérdez, hogy ez hogy van, miként? Uh-huh. Ez milyen tapasztalataid vannak erről? A Laci Zoliékkal úgy jöttem össze, hogy ez a bélyegyűjtő körre, hogy tulajdonképpen a bélyeg is kis grafika, egy kisebb méretű, precízebb kis grafika. Nagyon sok exhibis készítő, híres neves bélyeg tervező is volt. És arra gondoltam, hogy összehozok egy olyan tablót, ahol együtt szerepel egy bélyeg, első napi bélyegzéssel, és egy kis grafikával, ami passzol hozzá. Ez egy kicsit kötődik a bélyeggyűjtőkhöz is, meg a mi grafikai munkánkhoz is. Valahogy közös ez a gyűjtő szenvedély. Itt a kezemben vagyok, továbbra is Petőfinél tartunk. Petőfi tiszteletére egy emlékválogatás, ez is gyönyörűséges. Tehát én azt látom, most... hogy a művészek mennyire, tehát most a 21. században foglalkoznak ex libris-szel, mármint a képzőművészek. Foglalkoznak. Na ez, ennek kapcsán talán, amit mutatta, hogy a nemzeti identitásunk szempontjából, például a nemzeti szín, a népviselet, a tánc, a zene, híres magyar történelmi személyiségek, magyar írók, költők, magyar művészek, mind egyformán meghatározói magyarságunknak. Tehát a róluk készült grafikák, amelyek elkerülnek a csere útján a világ minden részére. Ez a magyarság képünk formálói, és a nemzeti hagyományaink őrzői is egyben. Ezért is kedves számomra ez az exhibis gyűjtés, mert azért ennek van egy ilyen komoly vonzata is. Nagyon sokan mai grafikusok közül is szívesen nyúlnak a történelmi személyiségekhez, tudósokhoz. És ez mind kell, hogy megmaradjon a hagyományunk, és tovább vigyük a fiataloknak. Maga a technika az lényegesen változott. Úgyhogy a régebb nagyon sokféle technika van, de a többségében, amit itt látsz, ezek fametszetek, linómetszetek, jobb esetben részkarcok, még jobb esetben rézmetszetek. De most már a modern technikával a számítógépes technika is bekapcsolódott, és már ilyen vegyes számítógépes modern technikával is vegyítik az elestet. A fiatalok, akik jobban értenek már ezekre a komputer dolgokhoz, azok most már ilyen vonatkozásban is újítottak. Tehát van jövőképe ennek igen, a történetnek. Igen, tehát sokan vannak, akik már ilyen formában foglalkoznak vele, tehát azt jelenti, hogy azért ez nem hal meg, és ha egy kicsit módosul is, meg alkalmazkodik is a modern technikához, azért a lényeg, az ábrázolásmód, a témakör azért az megmarad, csak más technikával. Nos, hát én azt kívánom, hogy történjék így.
és folytasd ezt a munkát, azt hiszem mindannyiunk örömére, és természetesen a kiállításaidon ott leszünk, mert hogy ez, én azt hiszem, hogy Székesfehérvár a kultúra városaként ilyen értelemben is befogadó, tehát szükségünk van ezekre a tárlatokra. Köszönöm, hogy megtiszteltél, és természetesen találkozni fogunk a Vokéban is, és ott köszönöm. Majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Nagyon-nagyon fontos Stockinger József munkája, szenvedélye, gyűjtőszenvedélye, hiszen az exlibriseket az ő keze nyomán, illetve az ő gyűjteményéből ismerhetik meg a székesfehérváriak. Én azt hiszem, hogy ez folytatásra érdemes. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.